Szia! Én Berendi Mária vagyok, és a mai videómnak a címét azt is adhatnám, hogy az első kirkindulás New York. Ezt a videót egy ilyen kis szórakoztató videónak szánom, de van benne egy kis apróság, ami talán neked is segíthet, ha newbie, azaz újonc vagy Amerikába. Ez alatt értem azt, hogy mondjuk egy vagy két hete vagy Amerikába. Kezdeném a történetemet ott, hogy hát még ugye abban a városban is, vagy abban a városban is, ahol dolgoztam, vagy ahol laktam, még az is ugye egy kicsit olyan ismeretlen volt a számomra. De azért, hát úgy már ugye elboldogultam. De jött egy olyan, hogy ugye egy kedves ismerősöm, akivel együtt utaztam, az New Yorkban dolgozott, ott volt a munkája, és hát megbeszéltük, hogy hát én föl fogok utazni New Yorkba, és találkozunk is, hát egy hétvégén, mikor szabadok voltunk, akkor egy kellemes hétvégén fogunk el, hát egy hétvégét eltöltünk egymással, hogy jól érezzük magunkat, és ugye felfedezzük a nagy New Yorkot. Hát így akkor, mikor ezt így megbeszéltük, akkor ez olyan egyszerűnek tűnt. De mivel, hogy ugye oda is el kellett utazni, föl is kellett utazni, hát egy csomó ismeretlen tényező volt akkor is a képletben, amit sürgősen megoldást kellett keresnem rá, hogy hát ugyanis hogy fogok én oda eljutni. Hát ugye újra megint jött, kérdeztem, hogy mint ismerősöktől, meg akiknél dolgoztam, mondták, hogy hát semmi, hát nem olyan nagy dolog az, hát egyszerűen kimész a buszpályaudvarra, veszel jegyet, és akkor felutazol New Yorkba, az autóbusz nem megy tovább, csak New Yorkig, hát nem lehet eltévedni. Rendben van, odaig rendben van, csak ugye két hét után még én nem tudtam, hogy hol van ez a buszpálya. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye elmegyek ugye a buszpálya udvarra, de ott jegyet is kell váltani. Hogy fogom én azt megkérdezni? Hát persze ugye megint az ismerős helyzet, hogy hát hol is keresgél az ember, hát persze az interneten. Kiírtam, hogy kell kérni jegyet, stb. Megkerestem az útvonalat, hogy kell kimenni az autóbuszpályaudvarra. És hát ezzel gondoltam, hogy a téma le is van zárva, megvan minden információ. Hát egyetlen egy dolgot azt elfelejtettem, hogy ezt a távot, amit én le kell gyalogoljak, mert hiszen ugye nekem nem volt autóm, és hát nem volt, aki kivigyen, akkor még nem tudtam, hogy létezik olyan, hogy taxit lehet rendelni, van ilyen magánemberek, így taxival fuvaroztatnak, hát akkor még én ezeket nem tudtam. Hát ezek a későbbi dolgok, amit úgy jöttek, ezek az információk, meg felismerések, hogy hát na hát ilyen dolgok is vannak, hát két hét után, hát ez is nagy dolog volt, hogy ezt így meg tudtam magamnak úgy szervezni. Szóval arra azt elfelejtettem. És érdekes volt, még lett volna egy vagy két perc, és az autóbusz pont az orrom előtt indult el. Jaj, de nagyon kétségbe estem, Istenem, hát akkor mostan borult a terv. És akkor hát mondom magamnak, hát itt is ugyanúgy működhet, mint másfele, mondom, hogy van órarend, hát megyek valahogy, vagy csak kiböngészem. Hát sikerült is. Sikerült, hál' Istennek, kiböngészni, hogy egy fél óra múlva újra van egy járat, és csak hogy hát hogy hozzam én a tudomására a barátnőm vagy ismerősömnek, akivel találkoztam, hogy hát én késni fogok. Még akkor még telefonom sem volt, hogy értesítsen. Hát szerencsére ő volt annyira gondolkozott, hogy hát egyikkel nem érkezem, akkor valószínű majd érkezem a következővel, és megvárt. A kis ceklimről ugye el tudtam, oda nyújtottam a
a jegyárusítónak, hogy én mit szeretnék, és akkor visszakérdezte, hogy visszafelé is szeretnék jegyet vásárolni, és én nem tudtam, csak úgy ösztönösen mondtam, hogy yes. Így, ugye oda-vissza meg tudtam váltani egyet, amit később már ugye tudtam, de akkor 2 hét után, hát ez is nagy dolog volt. Ez volt az én első utazásom New Yorkba. Hát ez az út, ez egy olyan jó órás út. Bőven egy jó, hát egy olyan jó órás út. Nagyon kellemes, légkondis autóbuszokkal tényleg nagyon kényelmesen lehet utazni. Ottan a központi pályaudvaron nagyon egyszerűen meg lehet mindent találni, érkező és induló helyét a éppen akkor induló járatnak, és tényleg nagyon egyszerűen, hát kár volt pánikolni, mikor én ezt már végigcsináltam. Ugyanez volt az első visszaútnál is, ja Istenem, megérkezek, hogy lesz, mint lesz időben, mert ugye hát mikor az ember először érkezik egy ilyen nagy metropoliszba, akkor annyira kíváncsivá válik, hogy észre sem veszi, hogy telik az idő, és főleg, ha csak egy napja van. De hát utána még többször ez megtörtént, és tényleg nagyon-nagyon érdekes, és nagyon sok minden, és nagyon sok látnivaló van abban nagy-nagy városban. Találkoztunk a barátnőmmel, és tényleg nagyon kellemes napot töltöttünk együtt. Ez egy kicsit megerősítette őt abban, hogy hát jó helyen van, és hogy hát úgy nézett ki, hogy akkor megtalálta a helyét, ami később ugye bebizonyosodott, hogy mégsem. Na, a lényeg az volt ebben, hogy egy olyan lépést újra megtettem az én kis tartózkodásomban, abban nagy országban, amit korábban remélni sem mertem, nem is gondoltam, hogy ezt én egyszer meg tudom csinálni, vagy el tudom érni, és ezzel tényleg egy szóval gazdagabb lettem olyan élményekkel, amit korábban remélni sem mertem. Nem tudtam remélni, szóval nem is reméltem, hogy én ezt meg fogom egyszer élni. Remélni sem mertem, hogy ezt az érzéssel én gazdagabb leszek. Remélni sem mertem, hogy én ilyen helyekre eljutok. És ime megtörtént, és én nagyon boldog voltam. Tényleg az első ilyen kirándulásom, az olyan élmény volt az életemben, amit korábban nagyon kevésszer éreztem. Remélem, hogy ebben a kis érdekes kis szórakoztató videóval szereztem neked olyan érdekes pillanatokat, amire talán te is majd kíváncsi vagy, talán amit te is szeretnél megtenni, talán amit te is szeretnél, vagy talán te is szeretnél oda eljutni. Én bátorítalak arra, hogy tedd meg a megfelelő lépéseket, tervezd meg, és vidd sikerre. Én ezt kívánom neked. Ezzel megköszönöm be a figyelmedet, hogy megnézted ezt a videót, és kívánok neked a legjobbat, és találkozunk a következő videóban.